Sziasztok, Dani Boy vagyok, és ebben a videóban ismét a számítógépemet fogom nektek bemutatni. Ugye volt egy ilyen videó, majdnem egy éve, azt hiszem 2015 áprilisában készült az előző ilyen PC bemutató videó, és azóta már elég sokat fejlesztettem a kis PC-men, és úgy gondoltam, hogy csinálok még egyet. Többen is kértétek, hogy még egyet csináljak, úgyhogy tényleg erre a döntésre jutottam. Szóval itt az ideje, és akkor nézzük meg ismét. Igazából a gépházon belül nem sok változás történt, de pont elég ahhoz, hogy még egyszer átbeszéljük. És ugye, amint láthatjátok, egyből tettem rá kettő darab ilyen kis modot, ilyen LED short, piros LED short, ott látszik alul, és igazából fölül is van egy, de az nem igazán látszik, csak sötétben, hogyha lekapcsolom a lámpát. De most ezt nem fogom megtenni. De azért leveszem a oldalát a gépházamnak. Ugye már ezt könnyen meg tudom tenni, mert ki van csavarozva. Ugye ez a szokásos plexi oldallap. Mindjárt felveszem a kamerát, és úgy jobban tudom talán mutatni valamivel. Ugye ez a kis plexi oldallap. Semmi különös, ugyanaz, mint volt. És elénk is tárul a gépház belseje. Ugye kezdjük alulról, fölfelé. A táp maradt, ugye a 600 wattos Cooler Master táp, amit annyian szittatok a komment szekcióban, és igazából semmi bajom nem volt még vele. Volt pár probléma a géppel azóta, amit én egyedül meg is oldottam, de kiderült, hogy először a tápra gyanakodtam, mert annyiszor mondtátok, hogy hú, ez milyen rossz táp, meg megbízhatatlan, meg ilyenek, és arra a döntésre jutottam, hogy nem a táp volt, és meg is oldottam a problémát, igazából az alaplapi kis elem volt a rossz. Az volt a hunyó, amiatt volt az egész probléma, nem indult ugye be a gép. Na mindegy is, ugye a 600 wattos kis Black Power Cooler Master táp maradt, és igazából ugyanúgy négy darab opcionális ventilátor, ugye egy alul, egy hátul, egy itt elől, és egy felül. Aztán következik a Winchester, a HDD ugye, ez is maradt, a Western Digital 1 terás Winchester. Ezzel is teljesen meg vagyok elégedve, még mindig nagyon gyors, semmit nem lassul szinte, és elég gyakran töredezettségmentesítem. Ez meg is látszik a sebességén, igazából semmi gondom nincs vele. Bár már egy kicsit tele van, még olyan 200-300 giga szabad helyen van, de le tudok törölni pár dolgot, hogyha tényleg kezd megtelni. Ugye vannak felesleges dolgok a gépemen, mármint a HDD-men. Nem is az a lényeg. Nézzük tovább. Igen, jól látjátok, ez egy kis hangkártya. Egy Asus Sonar DG 5.1-es hangkártya. Ezt igazából már unboxing videóban megmutattam. Többen is láthattátok. Aki nem látta, az vissza tudja nézni, majd ide be fogom rakni a videóba a linket. És igazából most nem ezt használom, még mindig az alaplapi hangkártyámat használom, mert valós 5.1 a fejhallgatóm, és van egy ilyen zúgás, a hangkártya ad neki egy ilyen, nem is hogy zúgás, ilyen visszhangot inkább, ami elég zavaró nekem a játékokban, ezért most még nem ezt a hangkártyát használom, hanem az alaplapit. Ugye az alaplapival semmi ilyen probléma nincsen, úgyhogy teljesen megfelel a célnak egyelőre még. Aztán majd ha később lesz egy másik fejesen, pár év múlva, akkor ezt a hangkártyát fogom használni. Következik a videókártya, ugyanaz az MSI GTX 760 OC, és igazából még mindig teljesen megfelel a célnak, mert még mindig elviszi a legújabb játékokat is, bár nem ultra grafikán. Igazából Fallout 4-et ilyen very high grafikán is simán futtatja, stabil FPS-sel, és a VOD-ot még ugyanúgy viszi max grafikán stabil 60-70 FPS-sel, úgyhogy ezzel még nincs gondom, de igazából ez lesz a következő hardware, amit fejlesztek. Egy GTX 970-es lesz a helyén olyan 1-2 év múlva. Utána következik az alaplap, ASRock Fatality Performance alaplap, ugye H97 chipsettel van szerelve. És ezzel sincs semmi problémám, semmi baja nincsen, teljesen hibátlan, egy éve szépen működik, és a foglalatban egy Intel Core i5 4590-es foglal helyet, aminek a gyári órajele 3,3 GHz, és Turbo Boost-tal ezt fel lehet tornázni 3,7 GHz-ig. Aztán ezt hűti egy Deep Cool hűtő, ez egy ilyen kettő darab hűtőcső van rajta, itt is látszik az a két kis rézcső.
és 60-65 fok fölé nem nagyon melegszik ezzel a processzor. Ez igazából egy 4200 forintos hűtő, úgyhogy ez teljesen megérte az árát, és ez is még teljesen hibátlan egy év használat után is. És azért nem mondhatom azt, hogy kímélem ezt a gépet, ugye rengeteg videót renderelek 1080p 60 fps-ben is, és ez eléggé megterheli a processzort, és még úgyse nagyon melegedett 65 fok fölé, pedig azért nem mondható valami erősnek ez a kis hűtő. A RAM az 8 GB, ugye 2x4 dual channelben van kötve, HyperX Fury RAM, 1600 MHz-en működnek, és igazából ezekkel se volt eddig semmi probléma, ugye hűtő borda van rajta, vagyis hát egy ilyen hűtő felület, azért ilyen fém, és látszik is. És igazából a gépház az ugyanaz a Cooler Master Elite 430, nem változott ez sem. Szépen világít az első ledes ventilátor, nem tudom, hogy látszik-e a videóban. És igazából ennyi, ezt található a gépházamban, úgyhogy amint láthatjátok, ez nem változott szinte semmit, csak a hangkártyát tettem bele, körülbelül ennyi volt, meg a két modot, és itt a tetején le is jött egy kicsit, ezt megigazítom. Ugye öntapadó szalag ez a kis mod, és még nem nagyon vettem volna észre, hogy így lejönne, de mindegy, és megoldottam a problémát, az a lényeg, és még nem mondtam a DVD olvasó írót, ugye ezt tud olvasni is, megírni is, és ez egy Samsung DVD író. Legolcsóbb volt igazából a kiválasztásánál, csak erre törekedtem, hogy olcsó legyen és kész, úgyhogy nagyon ritkán használom, úgyhogy ez nekem nem olyan létfontosságú elem a gépemben. Na és akkor nézzük tovább. A másodlagos monitorom az egy Fujitsu Siemens 1680x1050 felbontású monitor. Ugye ez egyel kisebb, mint a Full HD, és egyel nagyobb, vagy kettővel nagyobb, mint a sima HD monitor, HD felbontás. És igazából ezt arra használom, hogy livestreamek alkalmával ide kiteszem a chatet a szélére. A vaku egy kicsit tükröződik, azért elnézést kérek, nem tudok vele most mit csinálni videó közben, felvétel közben. És még erre szoktam kirakni az OBS-t is, ugye, hogy lássam, hogy minden rendben van-e a livestreamek alkalmával. Plusz még teljesen jó arra, hogy a másikon játszok, közben ezen tudok YouTube-ot nézni, meg ilyesmi, hogy egy kicsit meg van döntve a másikhoz képest, így felém, hogy jobban lássam. Ez is matt felületű monitor, ez egy nagyon régi monitor igazából, olyan 10-15 éves körülbelül, de teljesen jó, és működik. Az elsődleges monitorom ugyanaz a Samsung Full HD-s monitor, ugye 1920x1080p, és a tetején helyet foglal, ugye ez is 60 Hz-es, azt még nem említettem, mind a kettő 60 Hz-es. És a tetején helyet foglal kettő darab webkamera, ez az újabbik elsődleges webkamerán, egy ilyen Prestigio 1080p, ez a neve, Prestigio 1080p webkamera. Ugye itt a tetején látszik is. És igazából ezt azért vettem meg, mert olcsó volt és nagy a felbontása. És igazából nem lehet rá panaszom, egy kicsit késik a hanghoz képest, de ezen könnyen tudtam segíteni, úgyhogy egy kis késleltetést tettem a hangra, ugye élőadások során ezt láthatjátok is. A második, az ugye a régi webkamerám, a legelső webkamerám, egy Acme CA4 talán az a típusa, nem tudom pontosan, ezt már nem használom, csak nagyon ritkán. Ugye mégiscsak itt a Full HD-s és az 1000-szer jobb, mint ez. Ennek 640x480 a felbontása, de igazából nem is használom. Ez igazából nem olyan létfontosságú eszköz, de bemutatom. Ez egy ilyen event controller. Far Cry 4-hez és GTA 5-höz teljesen megfelel. 2500 forintos áráért ez teljesen korrekt vétel volt. Ez sem új igazából, olyan 3-4 hónapos. És azért használtam rendesen, és semmi baja nincsen még. Egész kényelmes így fogásra. De mostanában már azért ritkán használom, hogy nem játszok annyi Far Cry 4-et és GTA 5-öt. Aztán jön az egér. Ugye ez is maradt a régi. Hama Urage Evo. Meg is mutatom azért az alját is. Ugye ez egy gamer egér. És lézeres.
érzékelő van beleszerelve. Ugye egy kis csúszó talpak is vannak az alján, teflon talpak. Ez elősegíti a jobb siklást, és ezáltal jobban tudunk célozni a játékokban, meg ilyesmi. Ugye állítható rajta az érzékenység, a DPI. Ugye van ez a piros. A piros az 1200 DPI, a kék az 1500, a lila meg 3200, nem 1600 a kék, elnézést. És van ez a sima, amikor nincs fénye, csak ilyen sima szürke, ez a 800. De én 1200 meg 1600-on szoktam használni, az az igazság. Nekem annál több nem kell. Az egérpadom is maradt, már látszik azért kicsit kopott, sőt eléggé kopott, és de igazából még nincs rajta semmi sérülés, úgyhogy még teljesen korrekt, és ugyanolyan jól siklik rajta az egér. Acme Gaming Pad Performance. És a billentyűzetem, ugyanaz a világító, Hamayu Rage billentyűzet, ugye háromféle szín van. Van ez a sima piros, vagyis hát ilyen sötétebb piros, nem olyan élénk. Van ez az élénk lila, ez igazából eléggé bántja a szememet, meg nem is nagyon tetszik. Van, amikor ki van kapcsolva, ez így nappal teljesen megfelelő, ugye akkor felesleges égnie. És van ez a kék, ilyen sötétebb kék. De a pirosat szoktam legtöbbször használni, ugye a gépházamban is piros ledek égnek, úgyhogy ez így teljesen korrekt. Plusz még itt a 1200-ra van állítva az egerem, az is piros. És jön a fejesem, ezt még nem láttátok. Ez egy Rocket Cave 5.1-es, valós 5.1-es fejhallgató. Elég nagyra sikeredett, sőt nagyon nagyra sikeredett, és elég nehéz is a súlya. De ugye valós 5.1, egy fülön több hangszóró van. Valamennyire látszik szerintem a videóban. Ha jól tudom, 3 vagy 4 darab hangszóró van egy fülön. És itt párnázott, úgyhogy nagyon kényelmes, pont rápasszol a fülemre. Ez is már megvan egy olyan 8 hónapja körülbelül. 7-8 hónapja. Bőrből van, vagy műbőr, nem tudom. Úgy tűnik, mintha igazi bőr lenne, bár nem vagyok benne biztos, ez a fülpárna része, és ezért elég kényelmes. Eddig még soha nem nyomta a fülemet, bár elég nehéz, azt meg kell szokni, legalább egy olyan fél kiló, vagy ha nem fél kiló, akkor egy olyan 300-400 grammos, és elég nehéz a fejnek először, de igazából olyan egy hónap alatt meg is lehet szokni. A hangszóróim maradtak, ugye jó kis Tesco gazdaságos hangszórók, ezeknek már forrasztottam igazából a jack csatlakozóját, mert megszakadt, és így sikerült megcsinálnom, és ugyanolyan jól szólnak, mint előtte. Ugye a monitor alá tettem néhány könyvet, meg egy dobozt, hogy magasabban legyen, ugye pont úgy legyen, hogy kényelmes legyen, és ne kelljen lefelé nézni. Plusz még a webkamerát is egy kicsit megemeli ezáltal, és az elég előnyös, mert jobb szögből vesz. Alá néhány régi könyvet tettem. Ugye a másodlagos monitor alatt is van egy ilyen horgász orsós doboz, mondjuk ez nem is lényeg, és az arcomat livestream és videófelvétel közben egy ilyen kis lámpa világítja meg, egy ilyen hatalmas nagy búrával rajta, ez eloszlatja a fényt, elég jól világít. Ugye teljesen sötétben, ha sötét van a szobában, teljesen, ugye úgy szoktam live-olni, és úgyis teljesen korrektül megvilágít mindent. És akkor most jön az újdonság, ismét egy újdonság. Az Auna Mic 900B mikrofon, popfiltert elhajtom előle. Így néz ki. És ez egy stúdió mikrofon, egy kondenzátor mikrofon. Olcsóbb kategóriás, vagyis hát úgy, ahogy olcsóbb, mert ugye, mint tudjuk, egy ilyen nem olcsó egyáltalán egy mikrofonhoz képest, de az árát nagyon megérte, mivel brutálisan jó hangminőséget biztosít, most is ezzel veszem a hangomat amúgy. És egy ilyen kis állványom van rajta, asztalra szerelhető állványon, ugye most jött olyan körülbelül egy hete, 5 napja, ugye eBay-ről rendeltem, és popfilter is eBay-es, ezt aukción sikerült lecsapnom. Elég olcsón, ugye alapból lett volna ilyen 3500-4000 forint, aztán elvittem olyan 1000 forintért körülbelül. És ugye így néz ki ez a kis állvány, vízipipa befigyel a háttérben.
És azért megmutatom a többi cuccot is. Ez a székem. Kicsit távolabb megyek, nem tudom, hogy így lehet-e hallani, megpróbálok hangosabban beszélni. Ugye így néz ki a kis szék, ez is egy hónapos körülbelül, és igazából már nagyon kényelmetlen volt a régi, és ennek van itt egy ilyen kis háttámlája, úgyhogy elég jó, és kényelmes rajta ülni. Kis gurulós szék, plusz van ilyen fejtámlája is, ez se volt az előzőnek. És itt is van egy lámpa, ami eléggé világos nektek, úgyhogy hátulról megpróbálom venni. Ez most arra szolgál ebben a videóban, hogy megvilágítja itt a cuccot, a billentyűzetet, a monitorokat, meg mindent, az asztalomat magyarul. És livestream és videózás közben meg arra szolgál, hogy a zöld háttermet világítsa. Át is fordítottam. Ugye itt a zöld hátterem. Körülbelül így néz ki, és egy ilyen házi megoldással van felrögzítve, ugye a szekrény oldalára, és így teljesen elmegy ki olyan másfél métert, és úgy lóg le a földre a kis zöld háttér. Elég nagy igazából, ezt most csináltam meg pár napja, és van egy ilyen funkciója, hogy így be lehet tolni szépen, és így nem zavarja az utat, hogyha nem használom. Ezek igazából csak sima gyors kötözők, így oldottam meg saját kezüleg, ugye nem akartam költeni ilyen állványra neki. És így is teljesen jó, amint látszik, elég sima. Néhol gyűrött, de igazából az nem befolyásol semmit, ugyanolyan jól lehet használni. És igazából ennyi lett volna a gamer konfigom. Azért még egyszer így elmutogatom, átmutatom, hogy minden látszon. És igazából kaptam elég csúnya hozzászólásokat az előző videómnak a komment szekciójában. Úgyhogy azoknak a trolloknak, akik írogattak olyanokat, mindenki vissza tudja nézni, mert nem töröltem a hozzászólásokat, azoknak üzenem, hogy saját pénzből van tömnyire ez az egész, és saját pénzből fejlesztem. És igazából ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek értesülni az új feltöltésekről, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én Dani Boy voltam, találkozunk legközelebb, sziasztok!